Ha megnövök, tűzoltó leszek, erre vágyik minden gyerek, hogy tömlővel locsoljon vizet, hogy oltsa a lobogó tüzet. Így szól egy gyerek mondóka. Május 4-e Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének ünnepe, és mint tudjuk, minden tűzoltó hős, velem szemben pedig egy közülük, Toldi András, tűzoltó alezredes. Szia András, és nem csak, hogy hős vagy, hanem ugye számos kitüntetésnek a birtokosa is, az év tisztje voltál 2015-ben, 2019 februárjában, pedig ebben az évben Sztárek Ferenc díjra jelöltek. Gondolom, hogy ennyi év munkája után már megengedheti magának egy tűzoltó, hogy büszke legyen ezekre a címekre. A te életedben tényleg gyerekkorodban már ott volt egy ilyen elképzelés, hogy egyszer lánglovag leszel? Jó estét kívánok. Igen, azt mondja édesapám, hogy benne volt. Van egy gyerekkori fényképem, amin egy tűzoltókocsival játszok, de nyilván ez csak hozzá van gondolva. Én is szerettem volna tűzoltó lenni, és más egyéb ilyen szuperhős, de nagyon későn érő típus vagyok, úgyhogy ez egy hosszú folyamat része volt, hogy én egyenruhás lettem, vagy rendvédelmi szernél dolgoztam, vagy dolgozom jelenleg, igen. Tulajdonképpen ugye valamikor 2000 derekán kerültél a nyíregyházi tűzoltóságra? Így van. Én autószerelő voltam 1989-től, 2000 októberéig, és 2000 októberében szereltem fel tűzoltónak. Hát most 135 éves a nyíregyházi tűzoltó parancsnokság, ebből a 135 évből akkor gyakorlatilag szinte már 19 éve ugye itt vagy. Hogy látod, mekkora a változás mondjuk az elmúlt 19 évben? Mindenképpen nagy változások vannak. Nyilván az alapítástól kezdve, hogy az elődeink elképzelték ezt 135 évvel ezelőtt, ez egy folyamatos szolgálat, tehát ez szünet nélkül működött ez a tűzoltóság világháborútól, forradalomtól függetlenül, illetve bármilyen irányítástól és politikai helyzettől. Jelenleg a tűzoltóság azt gondolom, hogy megfelel az elvárásoknak, de az elmúlt 19-20 évben nagyon nagy változásokon ment keresztül, de egyértelműen ezek a külső körülmények voltak. Az időjárás változása, a szupercellák kialakulása, hogy a viharos időjárásban az árvizek, vagy a technika fejlődése, hogy a napellemes tetőszerkezett tüzek, vagy a hibrid autókkal kapcsolatos beavatkozások, amelyekhez igyekszünk mindig felzárkózni, sőt, igyekszünk megelőzni ezeket a technikai fejlődéseket, és igyekszünk helytállni ezeknél a kihívásoknál. Ugye sok esetben az van, hogy az embernek tényleg végig kell gondolni, mert ugye a laikus azt gondolja, hogy megjelenik akkor a tűzoltóság, vagy a tűzoltó autó, amikor tűz van, de hát akkor is megjelennek, amikor egy cica fönn marad valahol a fán, nem tudják leszedni, vagy hogyha sajnálatos módon valami olyan szörnyű baleset van, ahol mondjuk a rendőrség és a mentők nem boldogulnak. Tehát a legkülönlegesebb élethelyzetekre is fel kell, hogy legyetek készülve. Mi a fontosabb, a lelki rátermettség, vagy a keménység, vagy a fizikális képességek? Hát egy szóval jellemezve a csapatmunka a legfontosabb. A csapatmunka a legfontosabb, hogy kint, ahogy az elmúlt hetekben is történt itt a paneltüzekkel kapcsolatban, csapatként kell dolgoznunk, egyszerre együtt 20-30 ember, és mindenkinek megvan a feladata, mindenkinek megvan a beosztása, hogy melyik irányból halad, ki a mentési csoport, ki a tűzoltás, ki a háttérmunka, és nagyon magas elméleti és gyakorlati képzés van e mögött, a kinti gyakorlat, vagy éppen káreset végrehajtások mögött, mert ha ugyan nincs káreset, akkor a tűzoltók is minden nap úgy, ahogy az iskolások is, elméleti, gyakorlati foglalkozást tartunk, illetve szerelési foglalkozást, és akár ilyen gyakorlatorientált képzést tartunk, ami az előbb említett kihívásoknak felel meg, hogy mélyből, magasból mentést, autó roncsvágását, műszaki mentési gyakorlatot. Olyan műszaki mentéseket szervezünk, ahol autókat törünk össze, lejtjük darúval, vagy összepréseljük, beleteszünk egy bábút, és akkor a feladat, hogy minél rövidebb időn belül kiszabadítani a sérültet. A te karrieredben, vagy az elmúlt 19 évedben mi volt a legnehezebb feladat, vagy a legnagyobb szakmai kihívás?
De nehéz erre így válaszolni. Nagyon sok ilyen helyzet volt. Talán az első legnehezebb, amikor az én pályám beindult, az a 2001-es árvíz. A tarpai gátszakadás például az volt a legnagyobb kihívás az akkori állománynak. Aztán ugye volt most a Dunai árvíz, aki megint óriási kihívás jelentett a szabolcsi tűzoltóknak, ott 60-an vettünk részt a Dunai árvízi védekezésben. De itt a városban, ugye, ami Nyíregyháza területén a legfontosabb, mindig a közép-magas-magas épületek, amelyek nagy kihívást jelentenek, és ezekre emlékszünk, ahol egy hirtelen nagy erőt kívánó beavatkozás történik, nagyobb csapaterővel, és olyan ügyesen és gyorsan sikerül megoldani az állománynak, általában, ahogy most is történt a Fazekas János téren. Hát ehhez ugye szívből gratulálunk. Azt áruld el, András, hogy mivel tartjátok magatokat karban? Elég az az edzés és az a tréning, amit nap mint nap folytatok, vagy azért minden tűzoltó még valamilyen sportot is űz mellette? Muszáj, tehát a fizikai állapotnak toppon kell lennie, hogy ha fel kell menni a hatodik emeletre 10 percen belül 5-ször, akkor sikerüljen fölmenni. Nyilván van nekünk is sportképzésünk, tehát az elméleti gyakorlati foglalkozáson kívül van sportfoglalkozásunk, amit magunk tartunk, van konditermünk, és az állomány is elég fiatal még, hál' Istennek. Vannak szakmai versenyek, sportversenyek, több egy évben, negyed évente ezek ismétlődnek, ahol ott is sikereket érünk el az országos sport és szakmai versenyeken. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél, és mi büszkék vagyunk arra, hogy ilyen tűzoltóink vannak itt Nyíregyházán. Köszönjük szépen!